Köszöntöm Önöket, Kitekintő című magazin műsorunkat látják. Napjainkban egyre gyakrabban találkozhatunk azzal a kifejezéssel, hogy coaching, de kinek és milyen téren nyújthat segítséget egy coach? Mai adásunk első felében többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk. Vendégem Szatmáriné dr. Balog Mária, munka és szervezet szakpszichológus és licenszel bíró coaching pszichológus. Üdvözlöm a stúdióban. Üdvözlöm, köszönöm a meghívást. Mindenképpen fontos, hogy először tisztázzuk ezt a fogalmat. Mit jelent pontosan az, hogy coaching? A coach az edzőt jelent eredetileg, tehát a coaching az a sportpszichológiából jött, olyan mentális edzési technikák, amelyek a fejlődést segítik, illetve a teljesítő képességet fejlesztik. A másik forrás az pedig a pszichoterápia volt, ahol szintén ilyen mentális gyógyító technikákkal dolgoznak, csak itt a coaching az nem a betegeknek szól, hanem az egészséges, vagy hát egészségesnek tudott, mondott emberek fejlesztésének szól. Valójában ez egy segítő kapcsolat, négy szem közti kapcsolatról van szó, megoldásorientált, teljesítményorientált, ugyanakkor azzal foglalkozik, hogy milyen gátjai lehetnek a teljesítménynek, akkor azokat hogyan lehet kiiktatni, akár ilyen mentális technikákkal, illetve milyen segítői lehetnek, amelyekkel még könnyebbé válik, és ezzel javul a teljesítő képesség. Tehát nagyon praktikus, pragmatikus eredetileg a célja a coachingnak. Itt nem a működési zavarokkal foglalkozunk elsősorban, hanem a jelenre és a jövőre irányuló fejlesztéssel foglalkozunk. Amit még talán tudni kell róla, és ez nagyon fontos, hogy bárki igényelheti, igénybe veheti, hogyha úgy érzi, hogy döntési dilemmája van, elakadt valamiben, kicsit tájékozatlan, vagy szeretne valamit végig gondolni, és szeretne fejlődni még önmagán belül is, és ehhez keres egy kiképzett coachot, akinek nem baj, hogyha van pszichológiai alaptudása is. Mi alapján csoportosítjuk a coachingot? Vannak esetleg különböző fajtái? Vannak. Az egészségügyből jött az egyik irányzat, az az egészségcoach, aki egészséges emberek egészség megőrzésével foglalkozik elsősorban. Egyébként ilyen irányzat van a pszichológián belül, és egészségpszichológiának nevezik. Tehát azt nézi, hogy mi az, ami véd, és mi az, ami segít, és nem azt, hogy mi betegít meg. És ami segít és véd, azt hogyan lehet egyénileg alkalmazni. Mindig az az izgalmas, mint az edzésben is, hogy egyénileg hogyan lehet alkalmazni valamit. Tehát mindig lefordítja az illető a saját életére, mármint aki, az ügyfél, aki jön. A másik az a life coach, ez az élethelyzetek kezelésével kapcsolatos elakadások, nehézségek, dilemmák feldolgozásával foglalkozik elsősorban, hova adjam az a gyerekemet iskolába, mire lehet még szükségünk, hogy rendezzem be a lakásomat, szóval ilyen hétköznapi élet témáival foglalkozik és segíti ezekben a döntésekben, de a döntés mindig az ügyfél hozza meg. Inkább csak egy átgondolás, egy rendszer szintű átgondolás segít. A harmadik műfaj az a business coaching, amikor vállalatoknál vagy vállalkozóknak alkalmazunk coaching technikákat azért, hogy mondjuk az ő üzleti készségeik fejlődjenek, illetve az üzleti élettel együtt járó problémák, nehézségek megoldásában, vagy akár egy üzletfejlesztésben előrébb tudjon lépni. Itt az a jó, hogyha valakinek van üzleti végzettsége, tájékozottsága, dolgozott munkahelyeken, látott nehézségeket és látott sikeres eszközöket alkalmazni, és ezekben ő tud úgy segíteni, hogy átgondoltatja a másikkal, hogy milyen eszköztára van, és a saját erőforrásaiból, hogy tud hatékonyabban dolgozni. Akkor az alapján, hogy milyen kérdésre szeretnék választ találni, kell kiválasztanom a coachot? Hát a coachot vagy a pszichológust, attól függ, milyen mélységű a téma. Ha ilyen hétköznapi témákról van szó, vagy ez a vállalkozói élet mindennapjaival kapcsolatos, akkor elég a coach. Ha nem, akkor viszont másfelé kell mennünk, és akkor mélyíteni, és sokszor összekeverik a kettőt. Mi pontosan a különbség egy pszichológus és egy coach között? Milyen módszerekkel dolgozik egy pszichológus, amivel mondjuk egy coach nem? Először is nagyon nagy a különbség van a felkészültségben. A pszichológusok 5 évet tanulnak, egyébként kaphatnak pszichológus diplomát, pszichológiát,
tehát mesterszinten végzetteket nevezzük pszichológusoknak, és utána még esetleg szakvégzettséget szereznek, úgy, mint a szakorvosok. És legalább 4-5 fő szakterület van, és erről tudjunk. A pedagógiai, a iskolapszichológusok például ezzel bírnak nagyon sokszor, a klinikai, ők gyógyítanak, pszichoterápiát is csinálhatnak, illetve olyan mély diagnosztikát, ami pont az egészségestől való eltérést méri. A tanácsadó szakpszichológusok nem tanácsokat osztogatnak, hanem a coachingnak egy sokkal mélyebb technikáival foglalkoznak, fejlődési elakadásokkal, krízis helyzetekkel, annak is vannak különböző területei, családi és egyebek, és van a munkai szervezet szakpszichológiai terület, akik pedig vállalkozóknak és vállalkozóknak dolgoznak, akár rendszerépítés, akár csoportfejlesztés, és akár személyes konzultációs technikák, coaching technikák alkalmazása, vagy ezeknek az együttes alkalmazása egy szervezetfejlesztés során. Tehát a pszichológus diploma az államilag elismert, akkreditelt diplomát ad, 10-15 évet is eltanulgat az ember, mire úgy érzi, hogy kezd otthon lenni a saját szakterületén, miközben a coaching az pedig egy tanfolyami végzettséget ad, nem bír államileg elismert végzettséggel, tanfolyami végzettséggel bírnak a coachok. Ez az egyik különbség, nagyon jelentős a különbsége miatt. És vannak a coaching pszichológusok ráadásul, akik a pszichológia diplomára tanultak rá coaching technikákat, akár egy éven keresztül is, vizsgáztak belőle, szupervízión estek át, esetleg utána is szupervízióba járnak, és ők, nekik nagyon erős a pszichológiai végzettségük, diagnosztikát is csinálhatnak, tehát teszteket vehetnek fel, és tudnak értelmezni, hiszen nagyon sok tapasztalatuk van a háttérből, amit hoztak. Ugyanakkor ugyanígy a megoldásorientált, jelen és jövő orientált, teljesítményorientált fejlesztési munkát végeznek az ügyfelekkel. Tehát a határok egy kicsit elmosódnak, de nagyon nagy különbségek vannak a végzettségbe, felkészültségbe, alapokba. Egy ilyen beszélgetés során adhat tanácsot egy coach, vagy esetleg rávezethet az általa helyesnek vélt megoldásra? Jobb, ha önmagából indul ki, és ezért kell önismereti munkát végezni, mert nem biztos, hogy mindenkinek az a jó megoldás, ami nekem bevált, és ezt nem szabad rányomni a másikra, mert akkor rossz eszközt talál, mert ő nem biztos, hogy ezt tudja alkalmazni. Tehát az első dolog, amit meg kell tanulnunk a segítő kapcsolatban, picit visszább húzni a saját megoldásainkat, és a másikra figyelni, és ez nagyon fontos. A másiknak az erősségeire építeni, az ő készségeit kicsalogatni, ugye, és nagyon sokszor bizonyos készségeket nem használunk, vagy eszünkbe se jut, hogy bizonyos helyzetben az jól jöhetne, bár már bírunk vele, és a coachnak dolga ezeket frissíteni, felhozni, és a saját megoldás megtalálásában segíteni az ügyfelet. Tehát nem helyette élünk, nem helyette dolgozunk, hanem rajta vele, de igazándiból döntést hozni az ügyfél fog, és a felelősség is az övé. És ez így van jól, hisz felnőtt egészséges, vagy kevésbé felnőtt, de akkor is egészséges emberekről van szó, akik akkor lesznek autonómabb személyiségek, hogyha ezt támogatjuk meg a munkával. És ezért kell sokat tanulni, kommunikációs technikákat. Legyen az kérdések, akár ütköztető kérdések, visszajelzések adása, esetleg a korábbi helyzetekből való tanulás frissítése, egy új helyzetre való átvitelnek a megmutatása, hogy lehet, hogy ott is beválik az az eszköz, amivel már bír az illető, és ezzel akár egy ilyen gondolkodási átkeretezés is történt, tehát magasabbról felülről kezdi látni a helyzetét, és nem úgy, mint előtte, amikor bejött egy ilyen beszélgetésből, hogy úgy érzi, hogy be van szorulva, miközben nem, csak nem látta a kiutat. Mernek az emberek ilyen jellegű segítséget kérni? Mennyire népszerű jelenleg ez hazánkban? Budapesten egyre jobban terjed, a multinacionális cégek rájöttek arra, hogy az egyénre fókuszoló fejlesztésnek nagyon nagy előnyei vannak. A tréningen sokféle szinten tartó ember van, egyiknek segít a tréning, másikat felbosszantja, a harmadik elmenne inkább. Viszont a coachingnál mindig az egyén és az egyén által alkalmazható eszközökre figyelünk, tehát az egyén van a fókuszban, ezért nagyon népszerű. A Budapesten nagyon elterjedt, rengeteg a coach iskola is egyébként, és a nagyvárosokban is kezd terjedni. Néha bizony a pszichológiai munka hátrányára is, hiszen vannak olyan mélységek, amelyeket szintén elvállam, mert sokan vannak a coachok, és örülnek neki, ha ügyfelet kapnak, de ott depresszió, krízis helyzetek és egyéb nehézségek is lehetnek, amikor bizony inkább pszichológus kollégához kéne küldeni a
coaching ügyfelet, velem kétszer fordult elő, hogy pszichológiai, te például karrier tanácsadásra küldtek valakit, akinek nem volt elég a coachingja, meg kiderült, hogy nem is jó helyen van az életben, és valami más munkában lehet, hogy sikeresebb lenne, de ez nagyon ritkán fordul elő, ezt be kell, hogy valljam, és még bár figyelmeztetik a tanfolyami kócsokat, tanfolyami végzettségű kócsokat arra, hogyha komolyabb elakadásokat látnak, akkor forduljanak szakemberhez, és ne ők akarják tovább kezelni, mivel azért ez egy piaci vállalkozás, bizony előfordul, hogy határátlépések is történnek. Hogyan választhatjuk ki a számunkra megfelelő kócsot, vagy akár pszichológust, és hogyan dönthetjük el, hogy most nekünk melyikre van éppen szükségünk? Az egyik legfontosabb a személyiség érettsége. Tehát nem csak a végzettség, hanem hogy mennyire hiteles az illető a számunkra, ezt sokszor megérezzük inkább, mennyire elfogadó, mennyire előítéletmentes, mert akkor tudok bizalmat érezni a másik iránt, hogyha ilyennek látom, mennyire van összhangban a gondolkodása, az érzésvilága, amit mond, ahogy viselkedik, mert akkor érzem, úgy nevezzük ezt, hogy koherensnek, koherenciát érzünk a személyiségébe, mert egy integrált, érett személyiség az egyik legfontosabb szempont, akár coachot, akár pszichológust választunk. Ha valamit úgy érzünk, hogy ez nem stimmel, jobb ott hagyjuk, mert akkor nem lesz bizalmi kapcsolat, és nem tudunk együtt dolgozni, vagy nem tud együtt dolgozni a másikkal. Ez az egyik. Nagyon fontos, hogy legyen valamilyen tapasztalat azon a területen, ahol csak éppen annyit, hogy értse, hogy miről van szó, amit az ügyfél hoz. Ez mondjuk business coachingban lehet nagyon izgalmas, vagy bizonyos izgalmas területeken, témákban, de a hitelesség az egyik legfontosabb. És nem baj, hogyha referenciákat is meghallgatunk, vagy látunk, olvasunk előző ügyfél megnyilatkozásokat, ami persze nem reklámcélú megnyilatkozások, hanem őszinte, és ott van a neve az illetőnek, vagy meg tudunk kérdezni valakit, aki már dolgozott vele, hogy ő ezt hogy élte át, ha van erre mód. Ez nagyon sokat számít, hogy jó referenciával is rendelkezzen valaki, és látszódjon, hogy tényleg én vagyok a fontos a számára, ha én ügyfél vagyok. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. A pszichodráma egyre népszerűbb hazánkban, de hogyan segíthet egy csoportos foglalkozás egy egyén saját belső feszültségeit megoldani? Adásunk második felében ma erről fogunk beszélgetni. Vendégem Baják Gábor, a Magyar Pszichodráma Egyesület elnöke. Üdvözlöm a stúdióban! Jó napot kívánok! Honnan ered ez a módszer, és mit nevezünk pontosan pszichodrámának? Hát a történet még a múlt század elejére nyúlik vissza. A módszernek a kitalálója és megalkotója az Jakob Lévi Moreno, aki hát egy nagyon színes egyéniség kalandos életpályát futott be. A század elején Bukarestben született, majd Bécsben tanult orvos egyetemen, és aztán később kivándorolt Amerikában, és itt a saját intézetében kísérletezte ki ezt a módszert. Az alapötletet az adta, hogy még Bécsben a színész barátaival ilyen rögtönző színházat alapított. És akkor részben sajtóíreket, részben a saját történeteiket játszották el, és itt tapasztalta azt meg, hogy mennyire segítő tud lenni ez a dolog, hogy újra átélnek, újra megjelenítenek eseményeket. Ebből jött az ötlet, hogy ez nem még hatékonyabb, hogyha nem csak kívülről nézi valaki. Magyarországra jóval később, így a 70-es évek közepén jutott el ez a módszer. Még 1963-ban egy meghívás nyomán Moreno egy ilyen nagyon szűk körben tartott egy előadást, és hát jó 10 évet kellett várni arra, hogy néhány bemutató ilyen pszichodráma csoport legyen Magyarországon. Hát ez részben azért volt, mert a Kádár rendszerben minden gyanús volt, ami nyugatról jött, és hát ez enyhén szóval nem segítette elő a terjedését. És aztán a későbbiekben, 70-es évek vége, 80-as évek elején két forrásból táplálkozott, vagy alakult ez ki Magyarországon. Az egyik Mérei Ferenc munkássága, a másik pedig egy Moreno által alapított német intézet kiképzőin keresztül. És akkor hosszú idő után 1989-ben egyesült ez a két irányzat, és alakult meg a Magyar Pszichodráma Egyesület.
Hogyan képzeljünk el egy ilyen foglalkozást pontosan? Milyen eszközökkel, módszerekkel dolgozik az a személy, aki levezet egy ilyen terápiát, hogyha lehet ennek nevezni? Ez nagyon fontos, hogy csoportfoglalkozás, tehát úgy képzeljük el, hogy ott van 12-16 ember, mondjuk maximum 16, és nagyobb hangsúly van az akción, a lejátszáson, a mozgáson, szóval sokkal több, mint a verbalitáson. Ebből is származik a neve. Azt tudom, hogy aki egyáltalán nem ismeri a módszert, annak nagyon riasztóan hat ez a pszichodráma név, külön-külön is a pszichó is, meg a dráma is valami szörnyű dolgot takar. De hogy igazából azért dráma, mert hogy megjelenítünk akár helyzeteket, de sokkal inkább a csoporttagoknak a lelki világát, a belső életét. És ezt úgy képzeljük el, hogy a csoporttagok bevonásával megjelennek a színpadon érzések, személyiségrészek. Ide az egyének konkrét problémákat visznek? Általában igen. Kell valami fajta mozgató erő, motiváció az, hogy valaki egy ilyen csoportba, kivéve akkor, hogyha ez egy képzés keretében zajlik, vagy valamilyen képzéshez szükséges egy önismereti folyamat, akkor nem feltétlenül. Mennyire fontos, hogy az egyének hasonló problémával küzdjenek, tehát hasonló jellegű belső konfliktusokat, feszültségeket vigyenek be a csoport életébe? Azt gondolom, hogy ez nem igazán fontos, hogy vannak tematikus csoportok, amit bizonyos témára hirdetnek meg, például párkapcsolati nehézségekkel küzdők járnak egy csoportba. De az a tapasztalatom, hogy én azért gondolom azt, hogy egy ilyen nyitott általános csoport sokszor talán hasznosabb is tud lenni, mert az élet meg az ember személyiség annál sokkal bonyolultabb, mint hogy egy problémára vagy nehézségre ezt le lehetne szűkíteni. És kezdő csoportba járóknak ez egy ilyen alapvető tapasztalata, hogy bármilyen nehézséggel előjön, amit azt gondolja, hogy szinte csak ő küzd ezzel, hogy a csoportnak a nagy része már találkozott ezzel a saját életében, vagy éppen hasonlóval küzd. Szóval, hogy sosem marad egyedül. Ilyenkor az egyén is részt vesz ebben a színdarabban, vagy esetleg a csoport többi tagja játssza el az ő problémáját. Hogyan képzeljük el ezt pontosan? Általában benne van ő is, tehát, hogy átél, megél helyzeteket, érzéseket. Bizonyos helyzetekben nem, vagy van, amikor ez nem indokolt, hogy amikor csak kívülről nézi, azt nem playback technikának hívjuk, tehát, hogy újra játssza a csoport. Általában ezen traumafeldolgozásnál tud nagyon jól működni. Hogyan jut el odáig az egyén, hogy megoldódjon ez a belső feszültség? Ez azért hosszú folyamat, szóval tudni kell, hogy egy-egy ilyen pszichodráma csoport folyamat azért évekig tart, tehát hogy ilyen másfél év, két és fél év egy-egy ilyen csoport. 150-250 óra havi egyszeri találkozással. Addig ugyanazon a problémán dolgozik az egyén, vagy újabb és újabbakat is akár? Hát ez mindig alakul. Tehát egy ilyen hosszú idő alatt, aki részt vesz a csoportban, annak az élete is változik közben, és az is nagyon fontos, hogy ez egy csoport folyamat, tehát hogy amit ő tanul, kipróbál a csoportban, azt mindig vissza tudja hozni, tudja gyakorolni az életében, vissza tudja hozni a csoportba, mi változott, mi alakult. A csoportnak az ilyen biztonságos, védett környezetében ki tud próbálni új viselkedésmódokat, új szerepeket. Ez nagyon nagyban tudja segíteni abban, hogy változzon igazából az élete. Érkezik esetleg visszajelzés is a csoporttagok felül az egyén viselkedését, problémáját illetően? Mindenképpen érkezik, mert egy-egy ilyen csoport alkalom egy ilyen szóbeli bejelentkező körrel kezdődik, hogy éppen ki hol tart, hogy az elmúlt egy hónap, vagy az elmúlt időszak az hogyan telt el. Ez mindig egy ilyen feedback arra, hogy éppen hol tart. Ilyen hosszú idő alatt akár barátságok, ismerettségek is szövődhetnek. Ez mennyire befolyásolja a csoport életét, vagy inkább az egyén fejlődését?
Amíg tart a csoport folyamat, egyrészt van ennek egy pozitív oldala, hogy ez egy nagyon erősítő, megtartó közeg tud lenni, de azért azt szoktuk mondani, hogy a csoport az a csoport tagokért van, és a csoport ideje alatt, tehát hogy csoporton kívül ne folytatódjon ez a tevékenység. Amellett, hogy előadnak egy-egy ilyen problémát, ami felmerül az egyénben, más módszerekkel is dolgoznak a csoporton belül? Hát nagyon színes a pszichodrámának az eszköztára. Az első és legfontosabb az a szerepcsere. Azt mondhatjuk azt, hogy szerepcsere nélkül nincs pszichodráma. Hogy hihetetlen ereje tud lenni annak, hogy egy olyan személlyel, akivel mondjuk konfliktusban vagyok, ott szerepet cserélek, és bele tudom élni magam, bele tudok helyezkedni az ő bőrébe. Ez nagyon tudja erősíteni az empátiának a fejlődését. Sok ilyen technika, nehéz úgy beszélni róla, hogy nem tudom megmutatni. Aztán érdemes tudni, hogy azért a pszichodráma egy ilyen integratív módszer, tehát hogy nagyon sok más terápiás módszerből is tud eszközöket használni, akár művészetterápiás eszközöket, vagy mozgásterápiás eszközöket nagyon jól lehet integrálni. Kinek és milyen élethelyzetekben ajánlott ez a módszer? Fontos megkülönböztetnünk, hogy a pszichodrámában is van egy pszichoterápiás irányzat, és van egy személyiségfejlesztő önismereti irányzat. A pszichoterápiás pszichodráma az kifejezetten pszichotikus betegek, súlyos személyiségzavarban szenvedők számára ajánlott. Ezt kórházak pszichiátriai osztályán nagyon sok helyen működnek ilyen csoportok. Az önismereti személyiségfejlesztő csoportokban alapvetően egészséges emberek járnak, akiknek éppen van valamilyen nehézségük, valamilyen elakadásuk az életben. És ez nagyon sokféle lehet, tehát ez kapcsolati nehézségek, aktuális gyász, igazából nem nehéz leszűkíteni, vagy nem is lehetne leszűkíteni, hogy éppen miért. A pszichodráma nem korhatáros dolog, tehát hogy egy felnőtt csoportban, hogy 18 évtől fölfelé teljesen nyitott, de zömmel azért mégis ugye a 30-asok, 40-esek szánják rá magukat. Mi alapján tudjuk kiválasztani a számunkra megfelelő pszichodráma csoportot? Nagyon sok pszichodráma csoport indul, és ezeknek a hirdetése a Pszichodráma Egyesület honlapján szerepel, szinte kivétel nélkül. Itt két dolog, két tényező fontos, hát a vezetők személye, szinte mindig két vezető vezet egy csoportot, és hát a csoport összetételese elhanyagolható. Most ha valaki csoportba kerül, akkor minden esetben megelőz egy ilyen személyes beszélgetés, egy interjú az egész folyamatot. Hát ekkor már lehet valami képünk, hogy a csoportvezetőkkel van-e valamilyen összhang, vagy éppen nincs. És aztán egy csoport folyamatnak az első néhány alkalma az nyitott szokott lenni, amikor hát mindenki kipróbálja, megérezheti, hogy érzi magát abban a csoportban azokkal az emberekkel. Meg tud-e nyílni, tud-e őszinte lenni. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és megismerhettük a pszichodrámát. Köszönöm szépen. Önöknek, kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva ismét izgalmas témákkal várom önöket. Addig is minden jót kívánok, viszontlátásra!